Pedig hát magas ettől függetlenül elindul a Mátrak, többek között ugye Gregor Laci is azon a veszi alapot, hát meglátjuk majd, hogy mi lesz ebből. Gyerünk Ákos! Gyerünk! Ákos keményen! Bírni kell, már nincs sok hát egy 3 kilométer se. Oda lesz Molnár Ákos jön, ők értelemszerűen a vasas. Gyerünk, menni kell Peti, mert jön a Matkó is. Gyerünk. Ákos, gyerünk! Jött el és kezdte meg utolsó köré. Peti, most próbáld megnyomni, hogy ne gondolják azt, hogy utolérhetnek. Most próbáld menni. Gyerünk Ákos! Ez most jön ki egyébként, ott a kanyarban, és ugye híres taximére most nagyon nagy szükség lesz. Hölgyel Orvasi tehát, Tózsányra vesztelező tanítványaként. Könnyedén maga biztosan győz, a végén sem vagy a kitűzősége. Tózsányra jön, mögötte, annak, ami még próbálkozik egy kicsikén. Az utaversenyzők Benzsékből jönnek egymás mellett, és ez azt jelenti majd, hogy ők lesznek azok, akik a
mondhatom el, hogy irtozatosan nagyon teljesített ugye Pápai Marci is a debreceniek versenyzőjeként. Pici Albin most majd ebben a pillanatban a bajnoki címvédőjeként, aztán Ákos érkezik, Molnár Ákos. Ebben ugye a Vasas nagyon jó pozícióban van, de várjuk majd meg a végét, ugye ahol mondottam volt, Kerezesi Gergőnek a pozíciója lesz majd, ami a vége számolásnál nagyon-nagyon sokat jelentkez. Úrvesték mondom, kitűnően fölkészülve helyben is nagyon-nagyon helyben voltak, és megcsinálják azt, amit a mester kiöltődő válaszázat, hogy van a versenyzőjöknél, versenyzőjöként jön, és aztán itt egy nagy hajrá, Bodor Gergő, a Tiszekés kérjekben, és az Őrpan Levél, a Debrecenből, a Debes kérjője, a Szombathelyiek Kivés Pista tanítványa, mint a Szobasérő, következik a Szobasérők Sérő mindegy, ugye, ahogy mondottuk volt a vége számban. Peták Benzével, az Elte versenyzével, és Bence Dániel a KSI-ből, Sportcenter, Sportiskola. Gyere, Reszikém, gyere, 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 Rezier, Dobraviktor, a Békés Csabajok versenyzőjönnek, és a sokszoros maratonfutó bajnokunk Reszesi Gergő is megjön, Rezi tehát ráteszi a pontot a Vasas teljesítményére, most már úgyis az. Annak köszönhető, hogy ilyen sokan fáradhatnak fel a színpadra, hogy Fancsali András emlékére a kiváló egykori távfutó barátai, sportársai nagyon sok díjat gyűjtöttek össze, és szedtek össze, és ajánlottak föl. Úgyhogy a bajnoki érmek mellé egy rakás díjat fogtok egyébként. Egy vásárlás utalványhoz is jut, tehát hogy a Laci kezében az a boríték ezt takarja. A második helyezett számára Végvári Zsolt úr adja át a kupát és a vásárlás utalványt. A harmadik helyezett versenyzőnek pedig Sági Ferenc úr adja át a kupát és az utalványt.